Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm barátomat, példaképemet, Müller Pétert, és kérlek, taníts minket az életről, a belső útról, az elvonulásról, és arról a helyes szemléletről, amit annyi könyvben közöltél velünk, és az életeddel is. Köszönöm szépen. Hát először is örülök, hogy itt vagyok. Boldog vagyok. Bizonyos értelemben hazajöttem. Gyerekek, több évtizede, évszázada énekeljük hamisan a magyar himnuszt. Isten áld meg a magyart jó kedvel. A jó kedv az mindennek az alapja. És akkor még ugye azt is tudjuk, amit csodálatos ezoterikus magyar nyelvünkön, hogy a kedv, a kedély és a kedves az közös gyökeri. Kedves egy nagy magyar szó, ami az embernek kedves, az szereti is. Ez egy ilyen hallatlan sűrű érzés. És ez kiterjedhet szélesebb körbe is, egész természetre, ezért a második, amit kérünk, az a bőség. Az nem a money, hanem az a természet bősége, a mindenség bősége, az élet bősége, aminek ellentéte nem a szegénység, hanem a szükség, amikor a köldön a nyakamra szorul. Bőnek kell lenni, kedélyesnek kell lenni. Kedv kell az élethez. És nekem az a tapasztalatom, nagy kedvem van. Az a tapasztalatom, hogy egy olyan szóról van szó, ami bennünk van, születünk vele. Az egy más dolog, hogy elveszítjük, vagy elveszik, vagy hagyjuk elveszteni, de az belül van, az nem adható, az nem kapható, az minden emberi teremtmények a legbelső tulajdonság. Ugye tudjuk a nagy tradícióból, hogy a Sat Chit Ananda, ez a Szent Háromság a tradícióban. Az egyik a lét, a létezés, ami le tud csökkenni, egy életösztönné tud válni, de tulajdonképpen tudjuk azt, hogy a lét az időtlen, az örök, azt mindig át kell ér. Tehát momentán én Müller Péter vagyok, de ha történetesen most én itten elhalálozok, attól én nem szűnök meg. Nem fogjátok hallani, hogy mit mondok, de az, hogy én vagyok, az elveszíthetetlen. A csitt az azt jelenti, hogy gógyim is van, meg is akarom érteni ezt az egészet, attól vagyok ember, hogy föl akarom dolgozni, meg akarom érteni az összefüggéseit. Értelmem van. Az Ananda az jelenti a boldogságot, a gyönyört, ami elengedhetetlen az élethez. Ez a három soha nem válhat külön. Ananda nélkül nincs szat. És a legnagyobb baj, hogyha az értelem, a gógyi elural minket, és elkezdünk gondolkodni. És csak gondolkodunk. Gyönyör nélkül, öröm nélkül, derű nélkül. Én mindig azt nézem egy emberi szemben, hogy
hogy mennyire derűs. Hogy mennyire vidám a szíve. Hogy mennyire tudja az életet játéknak is tekinteni. Hogy mennyi lazaság van benne, mennyi oldottság, mennyi hülyeség, mennyi bolondság, bolondozás. Ugye itt nagyon bölcsen elhangzott a gyermeklétre való helyes utalás, hogy hogy kell azt elveszteni, és aztán visszaszerezni. De azért vissza kell szerezni, azért az ember, ha elfelejti önmagába a gyereket, akkor soha nem lehet igazán jó neki. Én 85 éves vagyok, azt hiszem hány nap múlva leszek? Elseje mikor van? Mikor van elseje? Akkor leszek pont 85. És én már egy olyan helyzetben vagyok, hogy ha én nagyon gyerek lennék, akkor infantilis. Én most a szenilitással küzdök, ami egy másik móka, de írtó érdekes. Tehát hallatlanul gyorsan felejtek el mindent. Hát most azt mondanátok, hogy menjek haza valahogy, ahogy idehoztak, fogalmam sincs. De más se tudok. Hát volt egy csodálatos osztálytalálkozunk. Ugye, ezek nagyon régi emberek, akik még élnek. Senkit nem ismertem meg. Ezt mondta, hát te tudod, ki vagyok. Hát én vagyok a... Körülbelül két hete meg voltam hívva egy rendezvényre, ott ült egy idős házaspár, már hát, hogy hozzám képest idősek. És ott ültek, és mellettem ült a feleség, az öreg feleség, az öreg bácsinak, rám néz, és azt mondja, ugye nem ismersz meg. És néztem, ki ez a Spiné? Hát én láttam már valahol. Azt mondja, nézd meg jobban. De hiába néztem. De nem jött be, valami rém lett. Azt mondja, na jó, akkor megmondom. Az első szerelmed vagyok. Püf! Azt mondom, hogy? Azt mondja, így. Hát én vagyok, és akkor mondta a nevét, most már elfelejtettem egyébként. Ott hirtelen tudtam. Azt mondja, hát te István gimnáziumba jártál, az fiúiskola volt, a Telekibe volt a tánc, és mindig átjöttetek táncolni. Hát mondom, de izékém, hát én nem is tudtam sose táncolni. Azt mondta, velem táncoltál. Na, hát ilyenek naponta vannak, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy bizonyos értelemben a felejtés az egy isteni kegyelem. Hogy volt, megvolt, amit földolgoztam magamba, az nyilván benne van a sejtjeimben, meg a lelkeimben, de fogalmam sincs arról a sok minden borzalomról, amit átéltem. Mostanában írtunk erről egy könyvet, mert az történt, hogy kiderült, hogy az én édesanyám, aki már régebben elment, az titokban az élete nagy történeteit fölmondta egy ilyen magnó kazettára, és a gyerekek megtalálták, legépelték, és riadtan tapasztaltam azt, hogy anyukám titkos élményei benne vannak, olyanok, amikről nekem fogalmam se volt.
Például, hogy lett szerelmes az apámba, hogy vesztette el a szüzességét egy jéghideg vonatba, hogy hogyan fogantam meg én, meg hogy mit éltem át, nem ő, hanem bizonyára én is ott, amikor méhébe voltam. Nagyon jó hely volt egyébként. Isteni jó, mindenkinek ajánlom. Igazából az ember, mikor jól érzi magát, akkor ott van neki jól, ha olyan az anyuka. Az én anyukám egy csodálatos, derűs ember volt. Borzalmas élete volt, iszonyatos. Sokszor akartak megölni vele együtt engem is, őt is, menekültünk, halál, minden volt benne, üldözés. És mégis csodává tudta a derűjével, a bölcsességével fordítani az eszelős borzalmak. Én nekem egy látott élményem, nem tudok oroszul, de láttam, hogy mi történik, amikor végre bejöttek az oroszok, és már nem gyilkoltak, nem öltek többet. Úgy mondták akkor, hogy felszabadító. És rögtön egy vadállat ukrán nekiesett anyámnak a jelenlétébe, föltépte a szoknyáját, és meg akarta erőszakolni. Én ebből csak az iszonyt láttam először, és azt, hogy anyám elkezd oroszul beszélni, tudott oroszul, mert a szlovákból könnyen megtanult felvidéki asszonyod. És azt láttam az iszonyatból, hogy ez a barom az anyámnak a hasán elkezd sírni, zokogni. Folynak a könnyen. És lesz a brutalitásból hirtelen megváltozott, ölelésszerű dolog, bőgött ez a nagy barom. Én nem tudtam, hogy miért nem tudok oroszul. Most az anyám könyvében derült ki, hogy mi történt. Az derült ki, hogy anyám azt mondta, nem kell, hogy megerőszakolj, én a tied leszek. De mi van veled, ember? Mi van veled? És erre ott elkiáltotta, hogy a Ukrajnában a magyar katonák kiirtották az egész családját. A gyerekeit, a feleségét, és jött nem csak a férfi, hanem a bosszúvágy is dolgozott benne. És akkor az lett. Akkor az lett, hogy ez a pasi beleszeretett az anyukámba. Hatalmas szerelem. Mindjárt lopott nekem egy nagy tortát, akkor az nagy dolog volt. És aztán, mikor tovább vezényelték Németországba, mert el kellett menni, és úgy tudom, ott meg is halt, akkor kifosztott egy bőrgyárat. És egy raklapnyi cipőtalpat leszórt nálunk a kertbe az udvaron, Padárok mondta, tessék, ajándék, ott van. A nagy szívét ott hagyta, találkozott egy emberrel. Én egy ilyen mágusnak vagyok a leszármazottja, és valamilyen módon ezt valahogy úgy örököltem. Végig az egész életünk teli volt kedéllyel, derűvel, játékkal. Végig játszottuk az életünket. Színész akart lenni anyukám, az is volt nagyon tehetséges énekesnő, és nem tudott miattam, mert föl kellett nevelni, egy rákospalotai bőrkonfekcióban dolgozott az adminisztráción. Bevezette a szívküldi szolgáltatást, lehetett rendelni mindenféle nótákat, és olyan párokat hozott össze, és olyan vállópereket intézett ott el anyukám. Az egész bőrgyárat így szexualizáltat is. Úgyhogy még balhé is volt, és akkor ő színjátszó volt, és ment így, úgy mondták, haknizni.
És egy ízben az történt, hogy én ugye kisfiú voltam még, és az ő partnere, a Róna Ali bácsi, aki egy vígszínházi színész volt, megbetegedett. Ez egy egyfelvonásos Csehov darab, a leány háztűznéző, vagy leánykérő, azt hiszem ez a címe, ahol arról van szó, hogy egy eladhatatlan, hisztérikus vénlánynak végre jelentkezik egy kérője, és az őrült apja, aki egy 70-80 éves bácsika, fogadja ezt a vendéget, és ezt kellett nekem eljátszani, úgyhogy egy hatalmas szakállat ragasztottam, egy őrületes műpocakot, úgy néztem ki, mint az öreg Tolsztoj Leó a színpadon, és eljátszottam azt, hogy én vagyok az anyám apja. És a jelenet arról szól, hogy kap egy hisztérikus görcsöt, és tombol, és azt mondja, amikor kirúgtam már, hogy visszahívni, visszahívni, visszahívni. És akkor csak úgy tudtam lecsendesíteni, a szövegben van, hogy meg kell pofozni. Tehát meg kellett pofozni anyukámat. Adni kell. Hát így anyukáját az ember nem üti meg. Így csináltam. Szóval mit csinálsz, mondta a próbá. Hát én erre nem állok le. Hát üss meg, rend, adj egy pofot. És akkor szegénynek egyik foga kilazult, mert azt már nem tudtam bemérni pontosan, hogy mekkora legyen. Ez az amatőr színjátszással vele gyengeség. Na és akkor képzeljétek el, meghívtak minket egy nagyszínházi előadásra, ott is én játszottam a papát, akkor már a nagymama is eljött. Beült az első sorba, és ott tanúja volt annak, hogy eljátszottuk ezt a darabot a nagymama színe előtt, és amikor tapsolt a végén, akkor a mellette ülő néző azt mondta anyámra, ezt a nőt ismerjük, nagyon tehetséges, és nagyon jól énekel. Azt mondta, ő a lányom, mondta büszkén. És amikor megjelentem én, mint vén Tolsztoj Leó, ilyen fölismerhetetlen torzomboz vén emberként, akkor odafordult, és mondta, és ő pedig az én kis unokám. Tehát ez körülbelül így zajlott le, és itt valahol átéltem azt, hogy az életünk az nem csak van, hanem az egy szerepjáték. Biztos érzitek, hogy én itten nem csak a Müller Péter vagyok mindennel együtt, hanem én ezt játszom is. Megmondom nektek őszintén, hogy élvezem. És szeretek, kifejezetten szeretek Müller Péternek lenni. Olyan úgy összejöttem magammal. Néha nem vagyok otthon, ezt azért hozzá kell tennem. Ezek jó pillanatok, mert azért belőlem is néha nagyon sok tud lenni. De az kifejezetten jó jön, és jó esik, és valahol ez az életben a leggyönyörűbb. Egy mosolygó szem, egy vidám pillanat, ami mindig belülről jön, az mindenkiben ott van. Meggyőződésem, hogy lelke mélyén minden ember boldog. Csak nem jut el oda. Leáll a fúrógép itt, tudatalatti, ösztönök, de, pszichológia erről minden tud. De oda arra a szintre, ugye, ez az Aranda Mayakossá, tehát ott, ahol már majdnem ott vagyunk, ahova megyünk, ott az ember boldog. Úgy vagyunk megcsinálva, hogy belül, legbelül boldogok vagyunk, és erre indulunk el, és ezt keressük, hol hülyén, hol szertelenül, hol betegesen, hol zavarosan, de
de valahol az ember tudja, hogy igen, az nem egy külső dolog, hanem az egyszer csak hirtelen, innen-innen és innen-innen hirtelen, az úgy van. És akkor az ember rájön arra, hogy jó lenni ebbe a világba, és jó lenni a másik világ. Viszont ha nem jut el oda, akkor nem jó lenni ebbe a világba, és nem jó lenni abba a világba se. Akkor az úgy nincs be. Jó nézni a szemeteket. Köszönöm, vettétek a lapot, ez nagyon jó érzés. Beszélgessünk, jó? Az lenne a kérdésem, akkor ezek szerint képesek vagyunk arra, hogy bármi vesz körül, bármilyen tragédia, szörnyűség, megmaradjunk ebben az állapotban, hogy mi örömöt árasztunk, és boldogok vagyunk? Nézd, azért ez nincs így. Azért azért embernek lenni nehéz. Azért ez az ember, azért ez ránk szakad. Azért ez egy olyan mélyről föld bugyogó forrás az emberben, ami nem mindig működik. Ezt nem lehet, ezt az állapotot tartósítani, mert akkor nem éled meg az ember létnek a tragikumát. Nem éled meg azokat a dolgokat, ahol valamilyen módon áldozata vagy egyrészt a körülményeidnek, áldozata vagy a fizikai szervezetednek, áldozata vagy annak a helyzetnek, amit meg kell oldani, mint sors feladat. Tehát senki se lehet külvilág független. Aztán egy más kérdés, hogy milyen mélyek a derű gyökerei benned, és milyen módon tudod ezt az élményt hangszerelni magadba, szépé varázsolni. Hát maga a művészet sem egyéb, mint hogy az ember szarból aranyat csinál. És ez így működik. Van egy nehéz konfliktussal teli élet, hogy hogyan tudom ezt úgy megnemesíteni, hogy egyszer csak ragyogni kezd és szép lesz. Ez egy kiizzadjuk magunkból, gyöngyökként. Akkor, amikor izzadsz, akkor, amikor benne vagy, akkor ne várd el magadtól. Akkor van az, hogy nem jó. Még eszedbe juthat, hogy jó, hogy nem jó, mert ez is igaz egyébként, és utólag az ember tudja, de amikor nem jó, akkor nem ez jut az eszébe. Utólag rájön arra, hogy a legtöbbet a nem jónak köszönheti. A legtöbbet annak köszönheti, hogy nagy válságokon ment át és oldotta meg. De soha nem szabad elfelejteni, hogy az alaphang az ott van. És vissza kell találni hozzá. Ez a visszatalálás, ez a zenében ismert, ugye? Mert ott tudják azt, hogy amikor hangol egy zenekar, a hegedű lehangolódik, a zongora lehangolódik, a húrok elvesztik a feszültségét, azt újra meg kell csinálni, föl kell hangolni, majd jön a Kassai Lajos, elmondja az íjjal, hogy van ez. Minden romlik, minden tönkre megy, de soha nem lehetne egy normális dalt eljátszani, hogyha az ember nem lenne képes arra, hogy fölhangolja magát. A fölhangolás az nem egyéb, mint visszatalálni a normalitáshoz. Visszatalálni ahhoz, ahol a dolgok szépen szólnak és gyönyörűek. Visszatalálni az Anandához. De azt meg kell csinálni. És amíg nem találok oda,
addig keresni kell, és ott kell, hogy legyen benne az az alaphang, az a kedves zene, az a gyönyörűség és az a szépség, ami mindenkiben szól. Hangolás. Egyszerűen arról van szó, hogy a lelkemet behangolni, és azon a rezgés szinten szólni, ahol az szép és gyönyörű. Meg kell tanulni hangolni. Köszönöm. Fantasztikusan hallgatni, ezt csak ezt szeretném így még mondani, mielőtt megkérdezem a kérdésemet. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan talált vissza az ön életében ehhez? Tehát ehhez a boldogsághoz, ehhez a jóhoz, mert ugye mondta, említette, hogy mindenkinél más, hogy ezt csak meg kell találnunk, hogy ön ezt hogyan találta meg? Vagy mi az a metódus? Metódus ehhez nincs. Egy másik, ma már nagyon devalvált szó van erre. Ezt úgy hívják, hogy szeretet. Ami csodálatos magyar nyelvünkön jelenti a szerelmet is, ugye? Anyám azt mondta, az élet problémáira, hogyha szeretsz, akkor minden megvan oldva. Ha nem szeretsz, akkor nincs megoldva semmi sem. Akkor nulla. Tehát ez egy másik dolog, és akkor hogy lehet szeretni, ez egy nagy titok, hogy lehet megtanítani, megtanulni a szeretetet. Van egy könyvem, az Isten bohócai, ahol egy mester azt mondja, hogy igenis meg lehet tanítani. Tanítható a szeretet tánccal és öleléssel. Így Gógyival abból nem jön ki semmi. A kor előre haladtával szükségszerűen önmagára talál az ember, vagy el lehet tévedni ezen az úton? Vajon? Tehát a szeretetre és a bölcsességre, tehát mindenki rátalál-e? Vagy el lehet ezt hibázni? Hát, szerinted? Te hogy gondolod? Én szerintem el lehet hibázni. Hú! Hát nagyon mindent el lehet hibázni. Hát hogyne? Sőt, jó Isten abba hagyta. Kérlek szépen, persze. Hát attól, hogy az ember megöregszik, az semmi más nem jelent, mint hogy egy más életciklusba kerül bele. Még azt is mondhatnám, hogy mivel az öregedésnek már gyakrabban vannak fizikai problémái, tehát és egyben az a visszafelé menő út, tehát azért a virág virágozni szeret, és nem elhervadni, az már olyan, nagyon kínos, gondolom. Én nem voltam még rózsa, de mikor olyan leesik, biztos nem jó neki. Abba belemegy az ember, és akkor azzal meg kell küzdeni, de magával az életkorral semmiféle bölcsesség nem jár. Sőt, meggyőződésem, hogy sokkal több öreg hülye van, mint gyerek. De én nem nézem ezeket a arányokat, mint a covidosok, de szerintem ez ki lehetne mutatni. Azért kérdezem, mert hogy él a kultúránkban, vagy nem is tudom, tehát az öregek tanácsa meg, hogy az idős bölcsek vezették a közösségeket, és hogy akkor másképp működtek a közösségek régebben? Igen. Egész biztos vagyok benne.
egész biztos vagyok benne, hogy egy világosabb, egy normálisabb világban az öregség se olyan volt, mint most. Akkor is volt betegség, meg mindenféle, de elképzelhető, hogyha mivel szebben éltek, normálisabban éltek, elképzelhető, hogy öregségükre megértek. És mosolygó bölcsek lettek. Derűs bölcsek. Tapasztalt bölcsek. El tudom képzelni, na de ezek olyan korok voltak, ami az emberi emlékezetnek a fönnmaradt valahol, de ez nem egy biológiai kérdés. Ez nem egy élettani kérdés. Ez azt jelenti, és abból lesz a bölcs öreg, aki megélte szépen a gyerekkorát, megélte a kamaszkora összes hülyeségét, szépségét. Volt virágzó férfi, nő, és aztán az egészből lett egy nagyon, nagyon szép, a hervadás is nagyon szép tud lenni, az ősz is, még a tél is nagyon szép tud lenni, amikor minden haldoklik, ugye, pedig aztán ott látjuk, és még annak is milyen csodálatos szépsége van. Téli nap, az gyönyörű tud lenni. De most nem az van. Nem azt a világot élj. A mi világunkban, és az az érzésem, hogy szembe kell menni azzal a világgal, amit élünk, amit Hamvas Béla úgy hív, hogy léthazugság, léthűítés. Tehát nekünk meg kell tanulni azt a művészetet, hogy hogyan lehet széllel szembe pisilni. Fiúknak még nehezebb egyébként. De meg kell tanulni, mert nem, miközben megéljük szépen ezt a világot, de közben egy olyan normális létrendet, egy olyan normális, szeretetteli világot szeretnék megteremteni, ami emberszabású és méltó. És ehhez sajnos bizonyos értelemben a külvilágot távol kell tartani. Nem szabad beengedni. A távoltartás alatt, tehát nem azt értem, hogy az ember nem informálódik, és nem nézi azt a sok elképesztő hülyeséget, ami ma nézhető tévébe, itt ott, amott, mint a telefonomba, hanem egyszerűen tudom, hogy ez tudom, hogy mi van, tudom, hogy mi a pálya, tudom, hogy mit hazudnak, de én nem adom át magam ennek, hanem megépítem a saját világomat, a saját baráti körömet, szeretett emberekkel veszem körül magam, vagy tartozónak érzem össze magamat. És akkor az, igen, az azt jelenti, hogy valamilyen módon a világ ellen élek. Nem azért, mert tudatosan ezt választom, hanem nem hagyom magam a meghűíteni. Hát a kérdésemre meg is válaszoltál, anélkül, hogy feltettem volna ezekkel a mondatokkal. Úgyhogy egy rövid kérdésem van csak. Hogy vagy, kedves Péter? Most? Akár most. Kurva jó. Következő kérdés. Köszönöm a lehetőséget. Hogy ez az előző kérdésről jutott eszembe, hogy bennem is van egy ilyen, vagy sokszor éreztem ezt, hogy így, mint a szembe mennék a világgal, vagy szóval, hogy a világ, igen, és hogy... De közben meg úgy zenesen azt is érzed, hogy mi van, hogyha most éppen valamit tanulnod kéne belőle, vagy szóval, hogy honnan
érezhetjük, vagy tudhatjuk, hogy most tényleg szembe kell vele menni, vagy csak változtatni akar rajtunk, vagy honnan tudod, hogy mégis jó úton jársz? Érdekes, hogy tegnap előtt, vagy három nappal ezelőtt volt a életem első jó beszélgetése az unokámmal, aki, és egy megrendítő dolog, amikor az ember egyszer csak kinyílt, az a kislány, aki most 14 éves, kora érett, fejlett, gyönyörű kislány, és jó eredményeket ér el az iskolába, ott bemegy, iszonyú hülye egyébként, egy degenerált hely, adatokat tömnek a fejébe, és az életbeli előmenetele attól függ, hogy hányas kap. Olyan hülyék a pedagógusok ott, hogy szétültetik a szimpatikus pattársakat, hogy az ne üljön oda, mert akkor sokat beszél. Akit szeret, az üljön oda a másik végébe, és tömik a fejüket, és egy ilyen absztrakt, élettelen, elidegenedett információ halmaz tömnek a fejébe, ebből vizsgázik, örül mindenki, hogyha kitűnő, ő is. És egyszer csak a következő történt. Azt mondta, nem tudom, hogy mondjam el neked, ő egy színi iskolába jár, a Földesi Margitnak van egy színi iskolája, nagyon sok híres, kitűnő, jó színész került ki onnan. És nem meri megmondani nekem, de az én darabomat fogják előadni. A Doktor Hercet, amit a Tolcsvai Lacival és a Bródi Jánossal írtuk. És hogy a gyerekek félnek, hogy mit szól majd ehhez a nagyapád. Mondom, mi van? Én erről nem tudok. Vannak képek. És képzeld el, elővette a telefonját, és egyszer csak azt látom, hogy azt, amit itt a Psota Irén, a Dunai Tamás, a Szerednyei Béla, a Madách Színház hatalmas aranycsapata játszott gyönyörűségemet. Ezek a gyerekek próbálják. A Vinetú indián, az levont kenve bronzbarnára, gyönyörű, szép, fiatal fiú, isteni szép. A lányom ott fekszik a fűbe így, a kis unokám, kézen fogva egy fiúval, és azt mondja, hogy ő a, nem tudom, hogy hívják most a nevét, nem is akarom kimondani, ott van, azt mondja, az egyetlen, aki úgy megérintett engem, csak hülye. Ő játsz a színdarabba az Einsteint. Einstein ilyen őszhajjal, mert annyira hülye, hogy eltalálta a szerep. És nézem, és hallgatom a dalokat, és nagyon jók. És egyszer csak hirtelen kijött belőle a szabad énje, a szabad, játékos, most csírázik benne a szerelem. Egy másik énje jött elő. Most meg is beszéltük, hogy én elmegyek, elviszem a Tolcsvait, és majd a Bródit is meghívjuk, és beülünk hátra, és nem fogják tudni, és mikor vége van az előadásnak, akkor azt fogjuk mondani, hogy itt voltunk, és akkor ne legyenek hemungosak a színészek. De minden esetre a kérdésedre a válasz. Én azt mondtam, hogy Veruskám, jól csinálod. Egyrészt hülye vagy, és profi módon csinálod a hülyeséget, másrészt őrzöd a szabad énedet, és játszol, és vidám vagy, és szépen megéled ezt az életet. Valamilyen módon ez a kettősség, ez elkerülhetetlen. Hát ugye az előbb is azt mondtad, hogy pótméter? Hát én nem tudtam, mi az. Én azt hittem, bennem van. Tehát érteni kell ehhez is, ami
ami az életnek egy másik játéka, és ezt sajnos muszáj tudni. Muszáj tudnia, érteni kell a telefonhoz, meg kellett tanulnom ezen a gépen írni. Meg kellett tanulnom, hogy értékes kéziratokat ne töröljek. Tehát mindent meg kellett tanulni. Valahol rá kell tréningezni már alkalmatlan agyamat, hogy ezt tudja működtetni. Ez egy másik éj, nem? Egy másik működésrendszer. Nem lehet választani, hogy ez helyes vagy helytelen, de minden esetre a kettőt azért külön kell választani, mert azért itt például ez most megtörtént. Megtörtént egyrészt az, hogy technika, másrészt, hogy ebben a teremben egy spirituális rend van. Tudjátok, hogy ez milyen eszelős nehéz? Mi a színházba profik, erre van építve, erre van fűtve, nem tudjuk megteremteni azt, amit ebben az esővert sátorba itt ti megcsináltatok. Ez egy egész különös dolog. Hát amikor én bejöttem ide, a hideg lett, egyszerűen azt mondtam, hogy itt soha nem lehet rendet csinálni. Hát itten jönni-menni fognak az emberek, nem fognak figyelni, és szembe kell kiabálnom a viharra. És ehelyett mi van? Rend van. És miért? Mert az a dimenzió is működik. Működik a tánc és a zene, és működik a rend. Ez valahogy... Ez együtt jó. Ez a jó buli. Tulajdonképpen ezt tudom mondani. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a 12-3-4-5 éves gyerekeknek mit tudnál üzenni? Üzenni, igen. Amit mi esetleg tovább vihetünk. Én egy ilyen kérdésre... Azért nem tudok válaszolni, mert minden ember más. De egy általános... És amit én... Te most valakire gondolsz. Gyermekeimbe. Meg kéne ismerni őket. Ha nem ismerem őket, akkor ott marad a rejtély, és lehet, hogy üzenek valamit, ami egy nagy baromság. Mert nem nekik szól. Mert ahhoz ismerni kéne téged, ismerni kéne méghozzá mélyen belelátva a gyerekeidet, a általánosan nem szabad üzenni, mert az ember egy speciális teremtmény. Egy nem olyan, hogy cseréljünk gyertyát benne, hanem az egy speciális találmánya. A teremtésnek, énnek lenni, egy speciális úttal, egy egészen egyedi történéssel, annélkül, hogy látnám a te szemedet és az ő szemüket, semmit nem merek mondani, mert lehet, hogy a lehető legrosszabb tanácsot ad. Nincs ilyen. Még azt sem mondom, hogy szeresd őket, azt akarom mondani, hogy jól szeresd őket, ami azt jelenti, hogy értsd meg a kis lelküket, értsd meg, hogy mi történik bennük, és akkor még mindig nagy kérdés, hogy hogy tudod őt tapintattal kezelni. Fiúk, lányok? Két fiú, egy lány. Két fiú, egy lány. Hát ez már önmagában egy feladvány. Mert a két fiú együtt, meg külön a lány, ez önmagában egy érdekes csapat, de ott is külön. Nekem eljön két fiú, az én unokáim, most már lassan a dédunokáim közül, akkor az egyik
nek más nyelve van. Az egyik görögül beszél, a másik az kínaiul. A lelke. Más irányt vesz az élete, más felé megy, más sorsot hozott magával, más forgatókönyvet kell neki az életbe lejátszani, és más szerepet. Ezt nagyon nehéz észrevenni egy szülőnek. Tehát ahhoz nagyon hátra kell lépni, és úgy megnézni, mintha nem is a tied lenne. Köszönöm. Nagy problémáim vannak nekem a gyerekeim. Hozzá kell tennem. Kettő van, az egyik egy előre gyártott gyerek, ugye a Müller Péter Sziámi az nekem a fogadott gyerekem, de ilyen kiskora óta az. És a Julika, aki meg saját gyártmány. És ugye ez egy család, és mindegyik teljesen más világ, más erőtér. Nem lehet, soha általános kérdéseket ne fogadj el. Tehát ezek akkor a magazinoknak a színvonalára megyünk le, mert nincs általános tip. Még egy orvos is csak akkor tud diagnózist, hogyha találkozik a betegével, belenéz a szemébe. Tisztelettel szeretnék szólni önhöz. Én megköszönni szeretnék önnek valamit. Itt ülök 45 éves koromban ebben a sátorban, és egy olyat kaptam, amitől meghatódtam, és ez azért van, mert ugyanilyen egy családi modellben nevelkedtem, de sajnos nem volt ebben a családi modellben beszélgetés. Nem volt, tehát van két testvérem, mind a kettő idősebb nálam, és a legtöbbet én beszélek ebben a családban, mert valahogy, mintha ez lenne a feladatom. És az, amiket öntől ma hallottam itt ebben a sátorban, egy olyan belső pontomat találtam meg, ami által ezt az összes belső elvárásomat visszafelé a szüleimtől meg tudom nekik teljes mértékben bocsátani, sőt, jobban tudom őket tisztelni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, amit mondtál. Jól esik. Azon az úton, amin elindultatok és mentek, annak egy döntő része, hogy önmagunk legyünk, és ez minden esetben azt jelenti, hogy az ember a szüleinek megköszöni, és egy másik síkra emelkedik. Ó testamentum, ugye, azzal kezdődik, hogy hagyd el apádat és anyádat. Gyerünk! Mindaz, ami ott, azt el lehet olvasni 8 millió kötetbe, hogy mi az, ami traumatikus, meg nehéz, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. Attól valamilyen módon nem megszabadulni kell, mert az ott van. Föléje kell menni. Föléje kell menni, és akkor tudsz magad lenni. És amikor önmagad leszel, akkor rájössz arra, hogy egy szeretetre méltó ember vagy, és nagyon fogsz szeretni, és téged is. Köszönöm szépen. Még annyit a szeretetről. Ne, egy mondat, csak egy poén. Nyugodtan szólj bele a poénba. Anyukám azt mondta, tudod, Péter, nagy vallomása volt. Én szeretem az embereket. Csak idegileg nem bírom ki őket.
És ebben minden benne van. Tessék. Te jössz. Kész. Ez.